Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café. Folytatjuk megkezdett beszélgetés sorozatunkat. Horváth György és Horváth Ferenc továbbra is a vendégünk. Zarándoklatról, hitről és egy nagyon picit már a fociról is beszélgettünk, de folytassuk a focival. Na, a parádés névsort az előző adásban elkezdtem, hogy kik a barátaitok és kiket honnan ismertek. Pintér Attila, most csak egy nevet. Pintér Attila, tehát a 80-as évek közepétől voltunk vele kapcsolatban, tehát 84-től, mikor felkerült a Fradihoz, és Attilának volt egy nem könnyű időszaka, amikor Bajára került le, 90-es évek végén volt, gyakorlatilag szabadúszó játékos volt, és gyakorlatilag az én közbejárásommal vagy segítségemmel tudott akkori Győrhöz felkerülni, tehát ez a Verebes írát írjuk, és akkor úgy gondolom, hogy a kapcsolatunk egy szintet lépett, azóta talán barátomnak tartom, illetve ő is barátjának tart bennünket, ez a kapcsolat azóta megvan, tehát heti rendszerességgel beszélünk. Mert ugye küldött, amikor én ezt a kapcsolatot igazán felfedeztem, az a Sáska fiatal díjátadó volt, amire Pintér Attila egy válogatott mezt küldött, elsősorban neked, nektek, és akkor ti ezt átadtátok az egyik fiatal játékosnak. Igen, én akkor szembesültem, hogy a baráti listán Pintér Attila is ott van. Igen, tehát Attilával ez a kapcsolatunk azóta megvan, illetve majd a Feri fog mesélni, saját csapatunk játékosa is volt kispályán, de ezt majd elmondja Feri. Na. 92-ben, tehát amikor csináltam a sárgyúzó piciket, akkor mindig úgy voltam vele, amikor tehát kiöregszenek és nem akarnak már nagypályán játszani, csináltunk egy kispályás csapatot, és tehát nagyon ügyes gyerek játszottak, és Gyuri segítségével 92-ben lehoztuk az Attilát, tehát még akkor játszott, akkor ment a Verebes, a Gyuri mondott, Győrbe. Attila nálunk játszott, és még jött Egészségről Kovács Laci, aki a csapatkapitány volt az Etében, ők játszottak nálunk, és nagyon megtiszteltetés volt a fiatal gyereknek, hogy egy csapat betegen, 20 évesek voltak a fiúk, együtt játszottak Attilával, és nekem onnan van az Attilával akkor a kapcsolat, tehát a Gyuri által, és akkor, hogy mennyire jobban voltunk, meg vagyunk is, a Gyurinak a lakodalmában is itt volt, és örök barátságot kötöttek akkor, például az Anek Pistában, a Zöldségesen mai napig, amikor, vagy pedig a Berci komámmal, a Vekével, amikor Attila hív, vagy pedig most egy két hónapja kupameccs volt Marcoliba, és lementünk a fiammal és egy barátommal, Attila mindjárt első szava az volt, hogy mi van a Bercivel. Tehát Attila pályán elég olyan arrogáns gyerek volt, meg mind edzőként is, tehát, de az életben egy nagyon egy jó lelkű, egy nagyon rendes egy ember. Pont kérdezni akartam, bár nyilván az ember a barátjáról véletlenül sem mond rosszat, hiszen attól a barátja, de akik nem ismerik, vagy hát a többség nyilván a médián keresztül ismeri, ennyire kemény ember? Mint de amilyen kép kialakult róla? Igen, egész más. Tehát az a probléma, hogy mi magunk is gyakran mondunk véleményt másokról, úgyhogy nem ismerjük, és ez nagyon nagy probléma. Tehát aki Attilát közelebbről ismerné, vagy ismeri, azt tudja, hogy valójában egy végtelen segítőkész, végtelen jó szívű ember, és egész más, mint amit a pályán mutatott játékosként, vagy edzőként. Én úgy gondolom, hogy ő úgy van a pályával, mint a színészek a színházzal, amikor felmegy a függöny, nála megszólal a hármas sípszó, akkor elfelejti. Hát akkor lila köd, vagy a zöld, bocsánat, elnézést kérek, a zöld köd, igen. Mindenképp zöld-fehér köd leszáll, és neki csak a játék a lényeges, és őről azt kell tudni, hogy a magyar edzők közül szerintem egyedül álló módon rendkívül sokat foglalkozott a saját maga edzői módszerének a kialakításával. Tehát gyakran kiutazott Spanyolországba, Franciaországba, Hollandiába tanulmányozni az ottani edzőmódszereket. Tehát ő áldozott már a játékos pályafutása vége felé is az edző karrierére, mert ő eldöntött, hogy edző szeretne lenni, és azóta is folyamatosan továbbképzi magát. A médiából nyilván lejött ez a tolódás és egyéb módszerek. Én úgy gondolom, hogy az Attila a játékot nem csak játszotta, hanem ért is. Tehát egy olyan edző, aki játékosként is
fel tudta fogni és meg tudta érteni a játékelemeket, és nyilván edzőként próbálja ezt továbbadni. Egyébként a Mezőköves, de szerintem csodát tett ugye ősszel, tehát az a csapat, azon a csapaton látszott, hogy ki az edzője, meg hogy van elképzelés. Most jó helyen van? Te, aki beszélsz vele rendszeresen? Ezt muszáj megkérdezni, igen, ha már szóba igen. kerül. Tehát én nem értettem egyet a váltással, mert úgy gondolom, hogy Zsórinál egy játékrendszert fel tudott építeni az elmúlt közel egy évben. Ment is. És az működött is. És a helyiek szerették, tehát befogadták, tehát gyakorlatilag Mezőköves szívügyének tekinti a futballt, és az Attila ez egy kellő alapot adott. A váltás szerintem nem lesz neki nagyon könnyű, mert egy teljesen új csapatot alakított ki, több mint 8 játékost igazolt a téli időszakba. Neki idő kell ahhoz, hogy nyilván azt a játékrendszert át tudja adni az új csapatába, ami az ő fejébe van. Megyünk így neveken, Juhász Roland. A Roli még fagyja is volt tavaly, ugye? Igen, igen, amikor kijutottak az AB-re és megcsináltunk, hát próbáltunk csinálni egy magyar, tehát a Juhász Roli kedvencének írtuk ki, tehát az egyik fele volt tehát 3 színre trikolót csináltuk meg, hogy a piros volt az AB-re, közepe egy sima alap, egy fehér főzött alap volt, amit megszórtunk Szotyival, és a széle meg kiviből csináltunk kivifagyit. És akkor a címert kivágattuk, és akkor kakaóporra szórtuk ki. Hát nagyon nagy sikere is volt, meg hát a Roli is lájkolt állandó a képeket. A Juhász Rolival úgy jöttünk össze, hogy Fácó fiam kint dolgozott Balatonon, a Gyuri barátjánál egy zöldségesné, és ott dolgoztak pont a Rolinak a barátnője, és innen lett a kapcsolat. Ugye a másik kapcsolaton a Rolival együtt a Ferenci Pisti is többször volt nálunk, volt, amikor még aktív edző voltam, és a Balat a fiúk közé, tehát csapatképet készítettünk. Tehát Pisti mai napig biztos jól tudott, hogy a Vasasba ő az erőleti edző, de amikor Bászál pont a Fradi ellen 2-t rúgott. Tehát innen volt a kapcsolat, de a Gyuri talán többet tud, mert volt, amikor Roli kint volt Belgiumban, Anderlechtnél játszott, és a Flisszára atyával együtt Gyurit, meg a Sonyi barátját, 3-ukat látta a vendégül a Roli, de Gyuri többet tud mesélni. Tehát ez egy BL meccs volt, Anderlecht a Milána játszott, 1-0-ra kikaptak sajnos, és akkor kaptunk egy meghívást, és Flisszár Károly atya, illetve Sándor barátommal látogattuk meg, és közel egy hetet töltöttünk kint, ami számomra nagyon nagy élmény volt, mert az Anderlechtet egy kicsit belülről is tudtuk látni magát a rendszert, hogy működik egy profi klub, illetve láttuk azt, hogy magyar játékosként a Rolandot mennyire szeretik, mennyire elfogadták, illetve mai napig úgy gondolom, hogy nagyon nagy tiszteletnek örvend az Anderlecht szurkolóinak a szemébe. Csak egy probléma volt az, hogy a csapat ott is lila-fehér volt, de ezen át tudtunk esni akkor aránylag gyorsan. Látod, megy ez, ha megvan a motiváció. Talán az sem titok, hogy ti azért rendszeresen jártok sporteseményekre itthon is, meg külföldön is. Mi volt szokták azt mondani, hogy 3 példát mondhatok, mi volt a legkülönlegesebb, vagy a legnagyobb élmény, vagy mi maradt meg leginkább? 2-2, 4-et mondhattok. Hát a legkülönlegesebb az, ugye Gyuri mekkora Fradi Rucker volt, ugye, mikor bejutott a Fradi a BL-be, ugye ez a Vince Lisztes féle korszak, és a Gyuri minden meccsen volt, ott volt. És milyen az élet, 1995. szeptember 13-án játszott a Ferencváros Grasshoppersbe, a Zürichbe, 20-45-kor kezdett a meccs, és az én lányom meg fényozgó született este, tehát 19-30-kor, és ugye mobil még úgy nem létezett, de fél 8-kor megszületett a lányom, én a meccsre otthon voltam már, és akkor tudtam, a Gyuri ott ül a leáton, és akkor a meccs után hívott bennünket, hogy 3-0 volt, emlékszel biztos, meg hát, tehát ez egy örök élmény marad nekem, ez a Fradi Grasshoppers meccs. A másik, tehát nagyon sok meccsre mentünk. Mi Barcelona drukkerek vagyunk. Na ebben viszont azonos az ízlésünk. Igen. A Fecó és szegény apám azok reálok voltak, és amikor volt egy El Clásico és a Fédor, ami vehetett a Barcelona 3-0-ra, akkor már csak a másik főjött ketten néztük az ücsön, mert a papa meg a gyerek elment. És nagyon sok meccsen voltunk, tehát Stuttgarttól kezdve, nagyon sokat mentünk autóval. Tehát volt olyan, hogy ugye kedden szerdán mennek a BL meccsek, volt, hogy kedden lementünk Torinóba, Juventus,
Real, másnap Milánó, Milán Barcelona, és akkor harmadik nap hazafele Udinébe bementek Udine Totel meccsre. Ezek nagy élmények, na most attól függetlenül, hogy milyen drukker vagy, már maga a hangulat. Volt olyan, hogy az Allianz Arenában voltunk, tehát talán egy fél év adták át, mikor voltunk egy Bayern München Real meccsen. És ugye a fácom lett két ilyen tagba szakadt némi gyerek sörre és vislőbe, és a fácom, amikor elrontotta a labdát a Schweinsteigerre, akár kell egy tapsolni, és mondta ki fácom, hogy üldem már, mondom, megütnek, még én is röpülök, de mennyi a más a kultúrája. Tehát a meccs után ölelkeztünk, nyert a Bayern 2-re, de volt, hogy elmentünk ugye Firenzébe, Debrecen, mikor bejelent a BL-re, Fiorentina Debrecen meccsre, tehát külön volt a magyar tábor a Debrecenek egyik sorokba, de mi tehát a Firenze szurkolók voltunk, vittük a Debrecen zászlót, de ott sem volt. Most egy, ma már beülnék egy Újpest szektorba, egy Fradi zászlóba, azt hiszem nem köszönné meg senki. Gyere más... egyszer velem. Mások kultúrája. Megbeszéljük. Te toppod? Nem tudom, focival kezdeném. Jó, focival kezdeném. Legyen akkor hoki. 85 sportcsarnok, Fradi Újpest, egy szombati meccs volt, és akkor két győzelemig tartottak a bajnoki rangadók, és előtte meccsen kikaptunk 6-3-ra, szintén fent voltam, és ez egy 7-1-es meccs volt. Tehát a Fradi 7-1-re meggyalázta két nap múlva az Újpestet, tehát ez mindenképp ott van azok között, az emlékek között, ahol mind hangulatában, mind a meccs alakulásában mindenképp emlékezetes maradt számra. A Grasshoppers Fradi az mindenképp, mert Vince Otto egy akkorát játszott azon a meccsen, hogy az feledhetetlen. Illetve egy Bilbao meccset említenék meg. Bilbao Schalke. Ez egy Európa Liga kupa döntőbe jutás volt. Ezt azért emelném ki, mert tehát ilyen hangulatú meccsen még életemben nem voltam. Tehát a baszkok a kutyájuktól kezdve a macskájukon át a gyerekeket, mindenkit beöltöztettek piros-fehér színbe, és az egész város egy szívként dobogott. A meccset megnyerték, és hajnali 3-kor is a nép kint volt az utcán. Tehát olyan felhőtlen ünneplést rendeztek, hogy az valami csoda volt, de ugyanakkor félelmetes volt, mert a rendőri biztonság, illetve biztosítás miatt, tehát ennyi rendőrt, kommandost foci meccs közelében még nem láttam, mint Bilbaóba. Tehát ez volt az a meccs. Pedig hát Fradi Újpesten láttál te is már rendőrt bőven, tehát... Igen, de ahhoz képest ez egy más kategória volt. Tehát más kategória volt. Egy ilyen siker, klubsiker szerintem nekünk is kéne most, hogy egyként dobogjon, de szerintem akkor az ország is egyként dobogna, hogyha jó legyen, mondjuk a Fradi eljutna egy ilyen siker küszöbéig. Mi kéne ehhez? Ti azért benne vagytok, ismertek embereket, játékosokat, edzőket, sportvezetőket. Mi kellene ahhoz, hogy a fene egye meg a Fradi után, ugye valaki most már lassan 20 év telik el, oda jusson, hogy akár egy csoportkörbe, vagy azon is túl? Tehát Puskás, volt a pénz, pénz és pénz. Tehát amikor egy Arzenál feláll mondjuk 9-10 idegen légióssal, akkor úgy gondolom, hogy egyetlen motivációs erő van mögötte, az csak a pénz. Tehát azt mondjuk, hogy a mai magyar fociban nem kevés pénz van az utóbbi években, tehát mind az állami szándék, illetve a TAO pénzeken keresztül azért úgy gondolom, hogy a klubok megfelelően el vannak látva anyagi forrásokkal, csak ez csepp a tengerbe. Tehát ahhoz, hogy Európa szinten akár egy BL vagy EL csapatot el tudjunk juttatni a csoportkörbe, oda rengeteg pénz kell. Tehát hazai játékosokból nagyon nehéz lesz ezt megvalósítani. Nyilván a szándékok a futballakadémiákon keresztül megvannak, tehát elindult egy folyamat, de ez hosszú-hosszú évek vagy évtizedek eredménye alapján tudunk egy kvázi magyar csapatot felépíteni, csak magyar játékos volt, tehát mindenképp idegenlégiósokba kell gondolkodnunk. Ott viszont ez a relatív nagy pénz, amit most nagy pénznek vélünk, mondjuk egy Fradi esetén, egy Videoton esetén, ez nem, nemzetközi szinten sajnos nem, sok. Nem játszik szerepet. Tudom, hogy más volt a politikai rendszer, de az nem lehet út. Nyilván emlékeztek rá a
az előző, az átkos, mert Romániában is megvolt az átkos, csak ott másképp hívták a diktátort. Ugye a Steaua volt az a csapat, amelyik az összes épkézláb fiatal labdarúgót, a tehetségeseket, a jókat fölvásárolta, ugye katonacsapat volt, párcsapat volt, tehát fölvásárolni se kellett meg, hiszen azt mondták, hogy akkor elmentek Bukarestbe, és ott fogtok futballozni. És ugye a Dukadán volt a kapus, amikor a nagy, akkor még Becknek hívták, menetelése volt a Steauának, abban a román játékosok játszottak, egy kultikus csapat volt, egy nagyon jól fölépített csapat volt, és román játékosokkal jutottak el. Ez ma már nem megy, vagy ennek már 20 éve, vagy még lehet, hogy több is, de így mondjuk Magyarországon nem lehet, hogy kijelölünk egy klubot, persze mindenki más tiltakozna, és akkor oda mennek a legjobbak. Emlékeztek rá, amit Gyuri említett, hogy 84-ben, amikor megnyerték az AB-t a Bicskeivel, tehát a Pintérféle korszakban, akkor volt arról szó, hogy ugye a Fradiból voltak, tehát meg oda vitték a Kellert Kanizsáról, voltak 80. Hogy akkor csinálnak egy csapatot. Tehát, hogy azt indítják a bajnokságba, lehet, hogy ugye már a Vince volt az edző, akkor gyengék is voltak ezek a fiúk, lehet, hogy akkor MB2, de összeszoktak, ugye volt a Pácitől kezdve a Kovács Kálmán Kovács, mennyi jó futballista volt, tehát én is, amit te mondasz, lehetne azt megcsinálni, tehát egy akadémiában, vagy egy, hogy összeszednénk a jobbakat, a fiatalokat, úgy menedzselnénk, és akkor lehet, hogy Párimon lenne jó csapat. Csak ezt még nem próbáltuk ki, mert azt hiszem, hogy így tematikusan, koncepciózusan még nem sikerült egy ilyen csapatot, egy kvázi szupercsapatot fölépíteni. Igen, tehát a Steaua például az egy kirívó eset, tehát azóta megnézed akár a román válogatottat, akár plusz szinten pont sehol nincsenek. Tudnál mondani 5 játékost ma fiatalt, akit el tudnál képzelni mondjuk egy olyan csapatba, akit top csapatnak tartasz? Tehát magyar viszonylatban is. Tehát nem, én sajnos nem tudnék megnevezni 5 játékost ma. Valószínűleg nem. Tehát nyilván nem. Persze. Ez egy probléma, és a probléma ugyan ott van. Mert a Nagy Ádámot hazahozzuk, meg így esetleg összeszedegetni. Jó, tehát 23-24 éves korban akkor elkezdesz építeni valamit. Tehát, hogy a fiataloknak nem igazán vonzó a sport. Ezért volt üdítő kivétel az a 2 hét, ami az EB alatt történt. Talán ezeket az élményeket kéne megélniük a fiataloknak újra, hogy hajlandóak legyenek lemondani mindenről. Tehát egy hosszú katinkát veszünk alapul, például aki a fiatalságát rááldozza arra, hogy olyan szinten tudjon teljesíteni, hogy a világ legjobba tudja lenni. Tehát a mai fiatalok közül nagyon kevesen hajlandóak lemondani mindenről. És az a legnagyobb gond, hogy a focit szerintem mindig egy ilyen misztikus varázs lengi körül. Tehát focistának lenni menő, nem bántva focistákat, de mondjuk egy vízilabdásokhoz, kosárlabdásokhoz képest, tehát nem egy, szépen nem tudom ezt mondani, tehát nem a legértelmesebb játékosok. Tehát úgy gondolom, hogy mai sportban nagyon nagy szerepet fordítanak akár pszichológusok, akár olyan háttéremberek, hogy ne csak a fizikális teljesítménybe tudjanak kimagaslót nyújtani, hanem szellemi értelembe is. Tehát nagyon fontos lenne úgy felépíteni a mai fiatalokat, mert a mai fiatalok szerintem 14-16 éves korig spariba vannak, akár a spanyolokkal, olaszokkal, utána törik el valami. És ez az eltört valami, az, hogy nem foglalkozunk velük, szerintem a lelkükkel. Tehát ez a legnagyobb probléma. Nem látok esélyt a közeljövőbe, szerintem, hogy ütőképes magyar csapat induljon valamelyik nemzetközi kupába. Akkor össze kell vásárolni, akkor nincs más út. Más megoldás nincs. Nincs más út. Novemberben voltam kint Passauban, Németországban, tehát a veszprémi kézilabdásoknak köszönhetően egy ilyen állófogadáson meccs után a Paris Saint-Germain játszott a Veszprém, és utána bemutattak a passaui polgármesternek és a klubigazgatónak, és ő meghívott Passauba ilyen utánpótlás tornára. Most, amit a Gyuri mondott, tehát a veszprémiek is jöttek, én velük mentem, jött az U11 és az U13. Az U11-esek a Bayern München-nel játszottak a döntőbe jutásért. 1-0-ra vezettek, tehát futóóra volt, 20 percesek voltak a meccsek, volt vissza 1 perc. Ugye a német szülő az tele volt a lelátó, ülnek, tapsol, de nem szól be. A magyar szülőnek a kezébe sörös pohár, és kiabál, ugye kiabál, hogy erre mennyi, arra mennyi, és volt egy szituáció, hogy megfogta a gyerek hozzájött a labdához, szabadrugást adta, kiáltotta a Veszprémit, ugye akkor
a német edző vagy a Tottenhamnak az edzője, akkor azt tudomásul veszi, mit mondott a bíró, ugye a szülő kiabált, reklamált. Tehát én azt mondom, a legnagyobb baj, hogy amit a Gyuri mondott, egy 15 éves korig, tehát nálunk is volt olyan gyerek, a Veszprémben két gyereket megkereste a Bayern München, hogy menjenek el két hetes táborba. Tehát ez a gyerekek, ilyen szinten még jók vagyunk. A 15 éves korban ott valami megszakadt. Tehát a német gyerek az tudatosan készül, hogy futballista akar lenni. Ugye az a baj itt, hogy 16-17 évesen előjön az, hogy a diszkó, a csajok, talán a pia, plusz kap egy kis pénzt, és nem tud vele bánni. És azt mondom, hogy pedig ha úgy menedzsmennék, vagy pedig amit a Gyuri mondja, a pszichológus, ha úgy mögötte állna, és abban reménykedünk azért az akadémiáknál, talán pár év múlva kihoz annyi tehetséget, hogy lesz egy jó csapatunk. Ebben nyilván igazad van, amit mondasz, meg te a futballban élsz és éltél, de tehát itt már szóba került egy-két játékos név, meg még szerintem mind a hároman összejönnénk így egy papírral, akkor föl tudnánk írni egy olyan 100 nevet, akik ugyanezt az utat járták be, hogy 15-16 meg 20-21 éves korban jött a pia, jöttek a csajok, némelyiknél még jött a drog is, viszont zsenik voltak nemzetközi szinten is. Szerintem mindannyian tudunk ilyen magyar játékos, nem mondjunk neveket. Tehát azért nem föltétlen téríti el a tehetséget attól, hogy olyat is tudunk, újpesti volt, aki full alkoholista. Igen. Volt, és hogyha hozzáért a labdához, akkor Európa fele egészen biztosan hasonló volt. Tehát nem föltétlen, kizárók. Persze nem kell a pia, meg nem kellenek a csajok, meg nem kell a bulis élet, tehát nyilván, ha valaki sportkarrierre készül, akkor nem, de tudunk ellenpéldát mondani. Igen. Sokat. Tehát genetikailag én úgy gondolom, hogy a magyarok arra vannak kódolva, hogy jó sportolók. Tehát ha vízilabdát említjük, kézilabdát említjük, tehát alapvetően jó sportolók vagyunk. A probléma az, hogy a sportpszichológiában nem tartunk ott, ahol tartanunk kellene. Tehát számtalan meccset tudnánk mondani, itt Zágrábban volt ugye a női kézilabda a világbajnokság, 3 góllal vezettünk, 1,5 perc volt a franciák ellen vissza, is elveszítettük. De vízilabdásoknál is tudnánk példákat mondani, akár a Veszprém kézilabda csapatánál is. Tehát úgy gondolom, hogy a pszichológia ma már legalább olyan fontos a sport terén, mint egy erőléti edző. Tehát, hogy kellő hangsúlyt kell fektetnünk rá, és nagyon oda kell figyelni, és talán az akadémiák esetében ezek a feltételek már adottak lesznek. De ez idő és pénz kérdése. Mára köszönöm. Holnap még a pénteki adásban biztosan találkozunk. Remélem önökkel is. Viszontlátásra. A műsor dekorációját a Bíborvirág készítette.